A Kertvárosi Szent Erzsébet plébánia káplánján jöttem hozzánk, hogy felolvassa a kedves hallgatóknak a mai nap evangéliumát, és elmondja róla elmélkedő gondolatait. Nagyon nagy szeretettel köszöntjük Péter atyát, dicsértessék a Jézus Krisztus! Emberek jelen, én is szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Hallgassuk együtt figyelemmel az Úr üzenetét, könyvéből. Egyszer gyermekeket vittek Jézushoz, hogy tegye rájuk kezét, és imádkozzék felettük. A tanítványok elutasították őket. Jézus azonnal így szólt: hagyjátok csak a gyermekeket, és ne akadályozzátok meg őket, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a mennyek országa. Azzal rájuk tette kezét, majd tovább indult. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek! Talán az egyházi tevékenységből a nem hívők, a kívülállók számára az egyik legláthatóbb, leglátványosabb dolog a kitoktatás kérdése, a gyerekek kitoktatása. Sokan mondják azt, hogy már gyerekkorban el kell kezdeni a szívbe beültetni a hit igazságait. Van, aki azt mondja, hogy ha gyerekként nem kapott kitoktatást, hitre nevelést, akkor felnőttként az már nem fog megtérni. Sokféle gondolat van tehát, de nézzük, hogy ezek a gondolatok, meg más hasonló gondolatok, hogyan esnek labda az evangélium mérlegén. Azt hallottuk a mai történetből, hogy Jézus szívesen, örömmel fogadta a gyerekeket. Tudjuk, hogy ebben a korban másképp tekintettek a gyermekre, mint mi. Nem véletlen volt ez, hogy a tanítványok elutasították a gyerekeket. Korábbeli felfogás zsidó elképzelés szerint a mestert nézve várják a gyerekek, nézve várják a nők, a leprások, betegek. Kicsit tehát ez az elképzelés úgy tűnt, mintha rányomná a bélyegét erre a találkozásra, mintha megakadályozná ezt a találkozást. De Jézus átlépi ezt a korlátot. Ő akarja a találkozást mindig mindenkivel. Én magam sokáig bele se gondoltam tudatosan abba, hogy a gyerekek kitoktatására pontosan hogyan is miért van szükség, miért nincs, vagy hogyan lehet ezen módosítani. Aztán, ahogy kispap lettem, tanultam a teológiát, egyre több saját tapasztalatom, rálátásom lett, szépen újra előtt rajtam egy meggyőződés, hogy elsősorban a felnőttekre kell koncentrálni. Természetesen nem kizárva a gyerekeket sem. Hadd olvassak fel a katekézis általános direktóriumából ezzel kapcsolatban. Az 59. pontból. A felnőttek katekézise, mivel olyanokhoz szól, akik teljes felelősséggel képesek csatlakozni a hithez, a katekézis legfőbb formája, amelyhez az összes többi egyébként mindig szükséges formának igazodnia kell. Tehát figyelembe kell vennünk azt, hogy az evangéliumokban nem találunk arra példát, hogy Jézus tanította volna a gyerekeket. Hiszen itt se az történik, hogy a szülők azért hozzák a gyerekeket, hogy Jézus tanítsa őket, hanem azért, hogy tegye rájuk a kezét, hogy imádkozzék fölöttük. Nem tanítást kérnek Jézustól a gyerekek számára. Ennek természetesen van egy nagyon egyszerű oka, az, hogy a zsidó családokban maguk a szülők azok, akik tanítják a gyerekeket. Nagyon komoly családi katekézis volt
a zsidó hit szerint, a szokások szerint. És ez így volt rendjén. Mi is láthatjuk ma a hitoktatás terén, hogy nagyon sokszor, ahogy boldogul az ember azokkal a gyerekekkel, ahol otthon szinte az ellenkezőjét kapja, mint amit a pap, a katekéta hitoktató mond a gyereknek. És a gyerek két tíz között van. Azt fogja elfogadni, amit többször a nagyobb nyomatékkal, nyilván a szülők, egész héten szinte együtt van a gyerekkel, katekéta hitoktató pap pedig egy héten egy órára. Egyszer azt mondta egy pap egy beszélgetésben, hát épp az lenne a baj, ha rám hallgatna amiatt az egy óra miatt, és nem a szüleire. Ebben is van igazság. Tehát a meggyőződésem még vált az, hogy elsősorban a felnőttek katekézisére kell koncentrálni. Úgy, ahogy az egyház tanítja. Azonban, hadd mondjam el, hogy ez a meggyőződésem egy picit módosult, tisztult az utóbbi időben. Nem változott meg lényegét tekintve, de tisztult. Mire gondolok? Nemrég néhány héttel ezelőtt úgy alakult, hogy gyerekekkel együtt játszottam. És eljátszottuk együtt Máté evangéliumából a vízenjárás történetét. Volt, aki a vihart játszotta, volt, aki Jézust, volt, aki Pétert, én olvastam szóra. És olyan csodálatos élmény volt számomra is ez a 20 perc fél óra, hogy utána egy hatalmas erő öröm töltött el. És egy olyan mondat fogalmazódott meg bennem, ami azt hiszem, hogy maradandó egész életemben. Jézus azért nem tanította a gyerekeket, a pici gyerekeket Isten országára, mert ők már elfogadták Isten országát. Tehát egy pici gyerek a nyitottságával, a lelkesedésével, egyszerűen ő Isten országában él. Később, ahogy rárakódik az a sok-sok rossz, sok-sok sztereotípia, sok-sok elképzelés, gondolat, ez az, ami rárakódik, átalakítja a gyereket, és megváltozik a gyerek. De amikor ezekkel a gyerekekkel játszottam, egyszerűen azt éreztem, hogy ők mindent azonnal nyitottan fogadnak, én tanulok tőlük. Nem nekem kell őket tanítani. Felnőtteknek is tartott bibliaórákat, most hadd mondjam el őszintén, remélem nem fognak azok megsértődni, akik járnak a bibliaóráimra, hogy bibliaórákon fél év alatt felnőttek esetében nem érek el akkora áttörést, mint gyerekeknél fél óra alatt. Ez a gyerekek annyira nyitottak. Nem épült még rá az egyéniségükre az egónak az a vastag burka, amit a felnőtteknél valahogy át kell törni. Persze át lehet törni a felnőtteknél, hiszen az Isten szava nincs megbilincsolva. De azt mondja Jézus, ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Lukács evangéliumában úgy van ez a párhuzamos résznél, a mai evangéliumhoz kapcsolódva, bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint a gyermek, nem jut be oda. Néhány példa, nyitottam egy kis füzetet, azt írtam rá, hogy hittanos gyerekszáj. Egy első osztályos kisfiút, minisztráns fiút megkérdeztem, hogy mi? Te már tudsz olvasni, olvasod-e a Bibliát? Azt mondja, hogy igen, olvasom a Bibliát, lassan most érek a végére. Akkor elkérdeztem, hogy ilyen képes Bibliát? Igen, a képes Bibliát. Akkor kérdeztem, hogy melyik a kedvenc történeted a Bibliából? És azt mondta erre, Jézus föltámadása. Én ennek annyira magadültem, de ő ezt olyan természetesen, olyan egyszerűen mondta. És akkor rákérdeztem, hogy miért? És mi volt a válasz? Mert az a legszebb történet. Egy másik kis epizód, hittanos gyerekszáj. Azt mondja egy 7 éves kislány, soha nem elég Jézusból. Egy másik példa, első áldozós kislány, 10 éves. Kérdezem tőle, hogy mit adnál Jézusnak, ha ő azt mondaná neked, hogy adj neki valamit. Egy picit gondolkozott, olyan gyönyörűen mosolygott, és egyszer csak azt mondja,
azt, hogy örökké szeretni fogom. Tehát ezek a tapasztalatok megerősítették bennem azt, hogy a gyerekek befogadják az Isten országát. A felnőtteknél pedig először szinte le kell bontani a falakat. Sokszor nagy erőfeszítéssel, nagy hittel. Természetesen nem akarom ideálizálni a gyerekek helyzetét, mert nagyon sokszor a gyerekek is már lelkileg komolyan sérülten jönnek hitoktatásra. De hiszem azt, hogy valóban, ahogy Jézus mondja, úgy kell fogadnunk Isten országát, mint a gyerekek. Nagyon szépen köszönöm Péter Attilának ezt a felemelő, elmélkedő gondolatait, és mivel az elmúlt héten Viennai Szent Jánost, a papok védőszentjét ünnepeltük, ezért Viennai Szent János közbenjárását kérem Péter Attiláért a további szolgálatához. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindenki ellen kívánom a kedves hallgatóknak, hogy a mai napon jár neki alázottan mindannyian. Fogadjuk be Isten országát, és most te éppen, aki ezt hallgatod, dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké, amen. Készültünk a mai napra. Először a mai nap